azokat nézem, ami éjjelről itt marad, fel sem tűnik, hogy mindig ugyanott. Csendesen vívunk minden háborút, de ha eljönne majd az a nap, mikor a mondatok alól ki vagy a láb, az utolsó percben, abban a csendben, mi lenne nekem az utolsó szavar? Ha lenne még egy napunk, ugye akkor is üt voltál? Ha lenne még egy dalunk, az csak vele szokat mélyít, mi a lelkünkben itt marad, meg sem gyógyul, de újra ugyanúgy mosolyjal vívunk minden háború. De ha eljönne majd az a nap, mikor a mondatok alól kifogy a nap, az utolsó percben, abban a nagy csendben, mi lenne nekem az utolsó szava? Ha lenne még egy napunk, ugye akkor is üt voltál? Ha lenne még egy dalunk, az csak vele és a végén egy yeah! Bencsi, nagyon jó volt, köszönjük szépen! Egyfajta rock ballada. Nekem egy ötös, illetve tőlem remélem, hogy a zsűri több pontot ad majd. Nos, Bot Miki. Én nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyok tényleg. Úgyhogy igazából nem is annyira a dalról beszélnek, hogy általánosságban mondanám el a problémámat. Ugye az van, hogy sokan jönnek azzal, hogy ugyanén miért javítgatom a nyelvtani hibákat, miért szólok abba bele, hogy mondjuk nincs értelme a szövegnek. Szóval, hogy egész egyszerűen értenünk kell, hogy az emberek olyanok lesznek, amit fogyasztanak szellemileg, meg testileg. Tehát környezetünk, kreatúrái vagyunk. Értenünk kell, hogy ezek a dalok 90%-ban szólnak az életünkbe. Tehát ha nem tud az ember egy kávézóba benni, nem tud elmenni egy étterembe, nem tud, folyamatosan ezek vannak. És ezt értenünk kell, hogy ez mantra-szerűen megy körülöttünk, és ebből adódóan ez hat ránk, tehát ilyenek leszünk. Lényegében oda nivellálódunk, hogyha arról van szó, hogy ezek vesznek minket körben. Tehát egész egyszerűen igenis fontos dolognak tartom, hogy maga az üzenet meglegyen. Másik az, hogy ez nem csak a te hibád, de sok értelemben azt gondolom, hogy ez inkább egy áldozat vagy te ebben, mert ugyanúgy a szerkesztők hibája is, ugyanúgy azok, annyira összetett az a probléma, hogy hol van az, hogy mitől van az, hogy hát ezek a problémák vannak. És ezt úgy mondom, hogy Benji, közben nagyon is látom a tehetséget benne, tehát annyira rossz, hogy most egy ilyen beszédet kell adnom. Emlékszel, hogy tavaly nagyon szerettem, amit énekeltél. Én tényleg nagyon mondanám neked, hogy ez igazából tényleg most nem méltó ez a dal szerintem, és arra vigyázz, hogyha sokat történik meg, akkor végül méltó lesz, erre vigyázni kell, azt gondolom nagyon, és nem segített nekem ez, hogy meghangszereltitek és csináltatok bele egy ilyen örömzenét ebből a lírai balladában, nem látom az értelmét, és igen, szóval nehéz lesz a pontokba is ezt kifejeznem nekem most. Köszönjük, Karamell! Bennem is kettős érzések kavarogtak. Először szeretnélek megdicsérni, mert most voltál a legfelszabadultabb, és talán most énekeltél a legjobban. Tényleg baromi jól énekeltél. Viszont én hasonlót érzek a Mikivel most. Én azt érzem, hogy
Nagyon jó dolgokat találtatok ki a hangszerelésben, tényleg minőségi prémium dolgok jöttek be, viszont én azt érzem, hogy egyszerűen az arányérzéketeket veszítettétek el, egyszerűen telepakoltátok olyan dolgokkal, amik egyébként a daltól függetlenül nagyon jó dolgok, csak kioltották a dalnak az intimitását, meg a bensőséges hangulatát, és az a kettősség, hogy mindemellett ebben az egész zenei közegben látszik, hogy lubickolsz, és nagyon jól érzed benne magad. Most nem igazán tudom hova tenni. Annak örültem volna, hogyha maradt volna az előző verzió pici újításokkal, és ezt a felszabadultságot láttam volna. Most egy pici kettősség van bennem, de fantasztikusan énekelsz, Benji. Fantasztikusan. Köszönjük szépen, akkor jönnek a pontszámok. Először Karesz. 7-es pont. 7 pont. Köszönjük, Karamell. 8-as. 8 pont Karamelltől. Zséda. 7 pont. 7 pont, 7-es, és Bot Miklós. 6 pont. 6 pont Bot Mikitől. Ez összesen 28, ehhez még hozzáadjuk a nézőktől kapott pontok átlagát. Nézzük, hogy mennyire tetszett a nézőknek. Ez egy 5-ös. Úgyhogy összesen 33, gratulálunk, Benji. Menj fel, kristályokhoz várnak ott fent.